Mély kvíz. El ne süllyedj. Jó szelet, vitorlát fel! Olajos István kvíztengernagy köszönti Önöket, Mély kvíz vetélkedő műsorunk zászlós hajójának parancsnoki hídjáról. Kedves nézőink, ismét három középiskola fiataljai a vendégeink a stúdióban, hogy összemérjék tudásukat ebben a műveltségi játékban. Azért játszanak, hogy kiderüljön ki a legügyesebb közöttük, ki az, aki tovább jut az elődöntőbe, esetleg onnét a döntőbe. Játékunk fődíja egy olaszországi utazás. Kik azok, akik a zöld hajót kormányozzák? Mi Sopronból, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnáziumból érkeztünk. Én olasz Orsolya vagyok, és nagyon szeretem a nyelveket és a természettudományokat. Én Kertész Mát vagyok, és szeretek zenélni és a sportolni. Isten hozta Önöket, jó versenyzést kívánok! Kik a sárga hajó utasai? Mi Balassagyarmatról érkeztünk, a Szent Imre Gimnáziumból. Én Rubják Laura vagyok, és a történelem és az irodalom iránt érdeklődök. Én Balla Péter vagyok, szintén Balassagyarmatról. A történelmet és a földrajzot szeretem, nem szeretek olvasni is. Remélem jó versenyzés lesz ez a mai nap, és sok sikerük lesz a játékban. A piros hajó utasaiban kit tisztelhetünk? Mi pedig Zalaegerszegről érkeztünk, a Kölcsei Ferenc Gimnáziumból. A nevem Horváth Dénes, érdekel a matematika, a csillagászat és a fizika. Én Farkas Zsombor vagyok, és a zene után érdeklődöm. Isten hozta Önöket is a játékban, mindannyiuknak jó versenyzést kívánok! Nézzük először a soproniak feladatát. Egy-egy körben, ugyanabban a témában adunk föl kérdéseket a játékosoknak, ha jól válaszolnak, 2 pont jár érte. Ördögi kérdések következnek. Meg tudnák-e mondani, ki volt az ördöglovas? Sándor Móric, Battyányi Kázmér, Bőti Gáspár vagy Ignác Gábor? Az A betűj előtt Sándor Móricot jelölnénk. Valóban. Tud róla valamit, hogy ilyen gyorsan rávágtad? Hallottam valami olyasmit, hogy nagyon sokáig nem is lovagolt, aztán nem tudom, így fiatal korába kezdett el, és... Állítólag 17 esztendős volt, amikor lóra ültették, és rögtön megülte a lovat. Amikor rémülten mondták neki, hogy de nem is tanult lovagolni, akkor azt válaszolta rá, hogy nem is tanulni kell, tudni kell lovagolni. Kiváló, 1805-ben született ez a jeles lovasunk. 2 pont jár tehát, és 1 pont, hogyha célba találnak. Hát akkor mi a sárgákat céloznánk. És a G2-es mezőr előnénk. Nem talált. Nem talált. Nézzük a balassagyarmatiak kérdését. Kit hívtak az ördög hegedűsének? Paganinit, Stradivárit, Yehudi Menuhint vagy César Frankot? Az átjelölnénk meg Paganinit. Paganinit, így van, kiváló hegedűművész volt. Annyira gyorsan tudta az ujjait mozgatni a hegedűn, hogy csodájára jártak a koncertjeinek. 2 pont jár tehát, és egy lövés lehetősége. A pirosakra céloznánk, és a Cecil 4-est. Nem talált. Nem talált. Nézzük az zalaegerszegieket, kiknek vágnak vissza, ha sikerül a válaszadás. Mit gondolnak, mi az ördög szekér? Az elszabadult szekér, a homokfutó, egy gyomnövény, vagy a kábítószeres állapot? Gyomnövény. Egy gyomnövény. Így van, gyomnövény. És miért hívják ördögszekérnek? Jó kedves. Mert ahogyan fújja a szél, úgy pörög, akár az ördögszekere. Lőhetnek. Melyik csapatot választják? Sárga csapatra lőnünk. A Cecil 4-esre. Sárga. Talált. Talált 1 pont, tehát jár egy újabb pont a piros csapatnak. 115 esztendeje született, és 45 esztendeje hunyt el Fekete István. Az ő műveivel játszunk a következő fordulóban. Meg tudnák-e mondani, kedves soproniak, hogy kicsoda lutra? Egy vidra, egy menyét, egy hód, esetleg egy cickány. Az A betű előtt jelölnénk meg egy vidra. Vidra, így van. Tudja, mikor jelent meg a lutra? Sajnos nem. Annak is évfordulója van, éppen 60 esztendővel ezelőtt írta Fekete István. 2 pont és a lövés joga. A sárgáknak a Dénes 4-es. Nem talált. Nem talált. Balassagyarmatiak. Kit tisztelhetünk csíben? Egy verebet, egy fecskét, egy fekete rigót vagy egy csókát? A B választ jelölnénk meg, egy fecskét. Egy fecskét, így van, csi, egy fecske.
Tudják ki a párja? Sajnos nem. Vitnek hívják. Csivit. Ők egy pár. Hova lőnek? A zöldekre lőnénk, és az B3-as, Béla 3-as. Talált. Talált egy újabb pont a balasagyarmatiaknak. Nézzük az alaegerszegi csapat kérdését. Kicsoda társ? Kacsa, pulyka, liba vagy gyöngytyúk? A kacsa. Kacsa melyik regényben? A Vukban, így van. Az meg éppen 50 esztendővel ezelőtt jelent meg, úgyhogy csupa-csupa Fekete István évforduló. Így van. Hova lőnek az alaegerszegiek? Sárgákra. A Béla 4-es. Nem talált. Akkor megyünk is tovább. Történelmi kérdések következnek, utolsó szavakkal játszunk. Mi történt velem? Kérdezte állítólag Erzsébet királyné Sziszi halála előtt. Mi történt vele? Leesett a lováról, leszúrták, áramütés érte, vagy vízbe esett. A B betű előtt jelenik meg, leszúrták. Milyen körülmények között? Egy merénylet áldozat előtt egy hajó utazás során, és a fűzője igazából megfogta egy ideig magát a szúrás, de aztán később meghalt. Igen, a vérzést egy ideig vissza tudta tartani. 1898-ban Genfben történt ez a merénylet. Lőhetnek, és természetesen két pontot kapnak. A sárgáknak a Cecil 5-ös helyére lőnünk. Talán. Talán, egy újabb pont, gratulálok. Milyen nagy művész vész el bennem, mondta állítólag Néró császár a halála előtt. Kinevezte regényében Nérót véres költőnek. Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső vagy Móra Ferenc? A B-t jelölnénk meg, Babits Mihály. Nagyon szép regényei vannak Babitsnak, de Kosztolányi írta a Néró a véres költő című művet 1921-ben. Több fényt kérte Goethe a körülötte állókat halálos ágyán. Melyik mű az ő alkotása? A Bölcsnátán, a Kurázsi Mama, az Ármány és Szerelem vagy a Faust? A Faust természetesen. D. Nagyon helyes. 2 pont és 1 lövés. A zöldekre lőnénk a Cecil 3-ast. Nem talált. Nem talált. A természettudomány vizeire hajózunk. Melyik savak elegye a királyvíz? Soproniak. A salétromsav és a sósav, a sósav és a kénsav, a foszforsav és a kénsav, vagy a kénessav és a salétromsav. Az A betű jelét jelölnénk meg, a salétromsav, sósav. Így van, milyen arányban vannak esetleg azt? 1-3. 1-3, kitűnő, nagyszerű. Nem lehet önökön kifogni. Hova lőnek? A sárgák Cecil 3-asára. Nem talált. Nem talált. Nézzük a sárga csapatot, a balasagyarmatiakat, hát ha bosszút tudnak állni a zöldeken. Mennyi a kettes alapú logaritmus 8? 3, 4, 1 vagy 0? Egy. Hát nem, nem. Az alaegerszegieknek azt hiszem van más megoldásuk. Így van, 3. 3, mert hogy 2 a harmadikon, az a 8. Zalaegerszegiek. Milyen nemzetiségű volt a periódusos rendszer megalkotója? Észt, ukrán, orosz vagy üzbég? D. Orosz. Orosz volt, Mengelejevről van szó. 1834 és 1907 között élt. Hát, ha a lovakkal több szerencséjük lesz. Meg tudnák-e mondani, soproniak, hogy mi a neve a ló által vontatott kötött pályás tömegközlekedési eszköznek? Equilibrium, konflis, omnibus vagy fiáker? A C betű jelölt jelölnénk meg. Vagyis? Az omnibuszt. Nagyon helyes a megoldás, 2 pont jár érte. Hova lőnünk? A sárgák Cecil 6-osát lőnénk. Nem talán. Nem talán. Kedves balasagyarmatiak,
A négyes fogadban melyik lovat hívják ostorhegyesnek? A bal hátsót, a jobb hátsót, a bal elsőt, vagy a jobb elsőt? A C-t választanánk, bal első. Bal elsőt. Az a nyerges. Bal első a nyerges, mivel hogy onnét irányították. Bólogatnak a soproniakjuk, ebben is otthon vannak. Melyik az ostorhegyes? B. Vagyis? A jobb hátsó. Az meg a rudas. A jobb belső az ostorhegyes. A jobb belső. Tesnek szívesek hazamenni és házi feladat kipróbálni, keresni egy lovasgazdát, akinek hintaja van, és befogni a négyes fogatot. Zalaegerszegiek. Ki mondta? Lovat, lovat országomat egy lóért. Második Lajos, harmadik Richard, negyedik Henrik vagy ötödik Ferdinánd. Harmadik Richard. Igen. Kinek a drámájában? Shakespeare. Shakespeare drámájában. Nagyon jó. Kettő pont, és még egy, ha ügyesen céloznak. Lassuk. A sárga csapatnak a Béla ötöst. Nagyon népszerű a sárga csapat. Nem talál. Rájuk lő, nem talál. Nemzetközi szervezetek székhelyeit keressük. Mit gondolnak, soproniak, hol van a székhelye az OPEC-nek? Bécsben, Brüsszelben, Bagdadban vagy Bordóban? Bécs. Bécsben? Mi ez az OPEC? Az olaj. A kőolaj exportáló országok nemzetközi szervezete. Nagyon helyes a válasz. Kettő pont és a lövés. A sárga dénes ötösét célozzák. Talácsője. Talácsője. Részvétünk a matrózok szüleinek, rokonainak, hozzátartozóinak. Szeretném ösztönözni a sárga csapatot, hogy itt az ideje, felvonják a vitorlát és kiússzanak abból a veszélyes zónából, ahol mindenki rájuk lő és lőjenek vissza, kegyetlenül torolják meg a sérelmeket. Meg tudnák-e mondani, hogy hol a központja a CEPOL-nak, az Európai Rendőrakadémiának? Londonban, Bonnban, Kopenhágában vagy Budapesten? A B-t jelölnénk meg. Bonnban. Nem, képzeljük, Budapesten van. Budapesten, itt van a városunkban. Nézzük az zalaegerszegieket. Melyik ENSZ szervezet központja működik Rómában? A FAO, a UNESCO, WHO vagy a Biztonsági Tanács? UNESCO. B. Amiről én beszélek, az az ENSZ élelmezésügyi szervezete. Az UNESCO az élelmezésügyi? Az ugye a gyermekszervezet, az UNESCO. Rómában működik a FAO, a római központ. Nézzünk vallási kérdéseket. Ilyenek még nem voltak ebben a játékban. Mit gondolnak soproniak, hogy milyen hosszú a nagybőjt? 30, 40, 50 vagy 60 nap? B. 40. Akkor mondják meg nekem, legyenek szívesek, hogy hamvazó szerdától húsvétig hogy van 40 nap, mert hogy az több. 47, 48, legalább 47. Ne hagyják már, hogy becsapjam magukat. Tényleg 40? 40 az jó? Akkor miért több? A vasárnapok. Vasárnap nincs bőjt. Így van, vasárnap nincs bőjt. Jár a kettő pont és lőhetnek. Kitalálom, várjanak, sárga csapat. Ágy. Tényleg sárga? Sárga csapat, ágy. Nem talált. De talált. Nem, ágy. András. Bocsánat. Talált sője. Balassa gyarmatiak, mennyi idő telik el húsvét és pünköst között? 4 hét, 40 nap, 5 hét vagy 50 nap? Húsvét és pünköst között. A C-t választanánk. 5 hét.
Az eredeti szó a pentakosztész, a görög 50. jelentésű szó, ez bizony 50 napot jelent, 50 nap a távolság. Zalaegerszegiek, mit ünnepeltek a zsidók, és a mai napig mit ünnepelnek Pészakkor? A törvényadást, az Egyiptomból való kivonulást, a honfoglalást, vagy az első templom felszentelését? Legyen a D. Az első templom felszentelését. Bizony a Pészak az az Egyiptomból való kivonulásnak az ünnepe Mózes vezetésével, amikor Egyiptomból sikerült a zsidóknak az ígéret földje felé elindulniuk. Mértékegységek következnek. Mit gondolnak soproniak, hogy miben fér el a legtöbb bor? Az icében, az akóban, a pindben vagy a korsóban? Az akót jelölnénk. Mekkora egy akó? Legalább 50 liter, de van, aki azt mondja, hogy 80 is van, attól függ, hogy melyik városnak az akóját veszük alapul. Jó nagy 50 liter azért az már egy tekintélyes mennyiség, abból lehet inni egy darabig. Valóban az összes közül ez a legnagyobb. Hova lőnek? A sárgáknak. A Hedvig ötösére lőnénk. Nem talál. Nem talál. A Balassa Gyarmati a kérdése következik. A felsoroltak közül melyik nem űrmérték? A véka, a mérő, a rőf vagy a gallon? A C-t választanánk, rőf. Nagyon helyes, az mit mér a rőf? A hosszúságot. Hosszúságot kitűnő. Hova lőnek? A zöld csapatnak az Aladár 3-as. Nem talált. Nem talált. Nézzük az zalaegerszegieket. Melyik a leghosszabb távolság? A láb, a könyök, a yard vagy az öl? D. Az öl. Milyen hosszú az öl? Mekkorát kellene mutatnunk, hogy egy öl távolságot mutassunk? Fél méternél hosszabb. Fél méternél biztosan hosszabb, hát meg ölelek valakit, kitárom a kezemet. Egy másfél méter? Közel 2 méter. Közel 1,80 m körül szokták. Kinek mekkora keze van? Kinek mekkora keze van, de azért próbálták egységesíteni. A válasz jó volt, 2 pontot ér, és még egy lövésük is van. A zöld csapatnak a Béla 4-esére. Nem talált. Nem talált. Kedves nézőink, az első játékrész végéhez érkeztünk. Nézzük a csapatok eredményét. Ki hány pontot gyűjtött? A zöld csapatnak 19 pontja van, a sárgának 7, a pirosnak pedig 11. 6 villámkérdés következik, az válaszolhat rá, aki a leggyorsabban nyomja meg a jelző gombot. Nagyon kell vigyázniuk a csapatoknak, hiszen ha rosszul válaszolnak a kérdésre, akkor pontlevonás jár érte. Azonban, ha valaki mind a 6 villámkérdésre jól válaszol, és még helyesen is céloz, akkor 18 pontot gyűjthet. A sárga csapat is lehet még első, természetesen. Ne adják föl, hajrá sárga csapat! Az első kérdés. Hány karátos a színtiszta arany? A piros csapat volt a leggyorsabb. 24. 24 karátos, ugye a finomságát, az aranytartalmának a százalékát jelzi a karát. Meg tudnák mondani körülbelül akkor egy karát hány százalék aranytartalmat jelent? Hát ha 24 karát a 100%, akkor körülbelül 4 egész valamennyi, így van, egy kicsit több, mint 4% aranytartalmat jelent. Kiket céloznak az zalaegerszegiek? A zöldeket célozzuk. Béla 2-es. Talált. Talált. 3 pont összesen tehát a zalaegerszegi csapat jutalma. Te a gyermekem vagy, de én nem vagyok az apád. Akkor ki vagyok én? Sárga csapat. Az anyja. Így van, nagyon helyes az édesanyja. 2 pont, és egy jó lövés kellene még. És a zöldekre céloznánk, Aladár 2-es. Nem talált. Nem talált. A harmadik kérdés így szól. Mi a fővárosa Nepálnak? Ha senkinek nincs tippje, akkor mondok 4 lehetőséget. Katmandu, Kuala Lumpur, Vientiane
vagy Saigon? Zalaegerszegiek megpróbálják a választ. Szerintünk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malajzia fővárosa. Sajnos itt mínusz egy pont a piros csapatnak. Nézzük a következő feladványt. Mi volt a neve a hangsebesség kétszeresével repülő polgári utasszállítógépnek? Zalaegerszegiek. Concord. Concord, így van, nagyon helyes. Volt még egy. Tudja valaki a másiknak a nevét? Nem jár érte pont, de egy meleg készfogás bizonyosan. Ez a Tu-144-es volt. A Szovjetunióban gyártották, rossz nyelvek szerint a Concord koppintásaként. Kétségtelen, hogy nagyon hasonlítottak egymásra. Hova lőnek, Zalaegerszegiek? A zöld csapatra. A Béla 1-es. Nem talált. Nem talált. Mennyire jártosak a mesékben? Próbáljuk ki. Kinek a meséje a Rút kiskacsa? Balassa gyarmatiak. Andersen. Nagyon helyes, Andersen. Mikor élt Andersen, tudják? 1800-as évek vége fele. Elején született, 1805-ben született, és melyik országban látta meg a napvilágot? Dánia. Dániában, kitűnő. Nézzünk egy jó lövést. Akkor a zöldekre céloznánk, és a Dénes 4-es. Dénes 4-es zöld csapat. Nem talált. Nem talált. Kedves nézőink, az utolsó villámkérdés következik. Mit gondolnak, körülbelül mekkora a távolság a Föld legmélyebb árka és legmagasabb hegycsúcsa között? Zalaegerszeg már nyomta is. Igen, 19 ezer körülbelül. Így van, egy kicsit. Hát 8800 és 11 ezer, tehát akkor majdnem. Mi ez a két hely? Mariannárok és a Mount Everest csúcsa. Kitűnő. Nagyon jó volt a válasz. Kettő pont és még egy lövés. A Cetil 2-esre lőnénk a sárga a zöld csapatnál. Talált. Gratulálok a piros csapatnak. Ha a vége jó, minden jó, tartja a mondás. Talán itt még egy pici hiányzott ahhoz, hogy jó legyen a vége. Óriási hajrával a zalaegerszegiek a villámkérdések révén nagyon sok pontot szereztek. Kár volt azért az egy kérdésért, ahol elcsúsztak. Kedves nézőink, játékunk végén nézzük az összegyűjtött pontok számát. Harmadik helyen végzett a Balassagyarmati Szent Imre Gimnázium csapata, akik 11 pontot gyűjtöttek a játékban. Óriási hajrával második helyre jött föl a Zalaegerszegi Kölcsei Gimnázium csapata, 18 pontot szereztek. Megőrizték első helyüket, bár egy hajszálon múlott, a Szent Orsolya Gimnázium diákjai Sopronból. Ők azok, akik a következő fordulóba, az elődöntőbe jutottak, és ha ott is ügyesek lesznek, ha ott is jól szerepelnek, ők játszhatnak az olaszországi utazásért a döntőben. Köszönöm, hogy velünk töltötték a mai napot, visszavárjuk Önöket a készülékek elé a következő selejtező fordulóban. Viszontlátásra! Műsorunkat támogatta az Etalon, a keresztény filmek kiadója és a 25 éves Harmat kiadó.